jut eszembe. Tudja valaki közületek, hová a fenébe megy? Ha még nem tudnák, uraim, Stalingrádba. A Stalingrád mérföldkő a háború ellenes filmek műfaját tekintve valósághűen és minden szépítés nélkül mutatja be, milyen a háború valójában. A férfit, akinek mindezt köszönhetjük, Joseph Vilsmeyernek hívják. Hősökről hallani sem akart a filmjében. Nem szokványos filmet akartunk készíteni. Amikor arról olvastam, milyen volt Stalingrád valójában, azon kaptam magam, hogy lebilincsel. Egyszerűen nem hagyott nyugodni a téma. Meg kellett csinálnom a filmet. Vilsmeyer óriási előkészületekkel látott hozzá a forgatáshoz. A Stalingrád a legkülönbözőbb hatást váltotta ki a környezetében élőkből. Volt, aki kételkedett. Remélem, sikerülni fog. Négy katona életén keresztül olyannak akartuk bemutatni Stalingrádot, amilyen valójában volt. Egyszerű katonákról van szó, akiket feláldoztak. A filmünkben nincsenek tisztek vagy tábornokok. Átlagos katonák sorsára épül a történet. Tömegmészállást élt túl. Vigyázz, ne olyan erősen. Megsebesültél? Mit vártál, te zöldfülű? Telibe találta egy repeszt. Vagy nem hiszitek? De. Készőrület, amit ezek ott végig csináltak és végig szenvedtek. Éppen ezért a filmmel rá akarunk döbbenteni mindenkit arra, milyen szörnyű dolog a háború, hogy ez az őrültség még egyszer elő ne forduljon. És Joseph Vilsmeyer megtett minden tőle telhetőt. Irányítása alatt egy nemzetközi stáblátott munkához, hogy a világtörténelem egyik legnagyobb csatájáról forgasson filmet. Logisztikailag óriási a kihívás, de Joseph Vilsmeyert évek óta ugyanazok az emberek veszik körül. Ez egy megbízható csapat, még a legnehezebb szituációkban is helytállnak. Különösen felesége Dana Vavrova segítségére számíthatott, aki eddigi filmjeiben a főszerepet játszotta. Természetesen nagyon jól ismerem a forgatókönyvet, mert rögtön elolvastam, és az első perctől kezdve beleütöttem az orromat mindenbe. Hát szóval nem tudtam tartani a számot. Joseph Vilsmeyer számára a legnagyobb problémát a fegyverek szállítása okozta a különböző forgatási helyszínek között. Például Csehszlovákia és a téli felvételek forgatási helyszíne Finnország között. Az akkori válságos helyzetben lévő keleti blokkban egy német rendező orosz páncélosokat szállított egy Londonban felszálló Antonovon. Betartották a háborús fegyverekre vonatkozó szabályokat. A vámosok nagy része mégis megdöbbent. Éjszakai harckocsi szállítmányok a mínusz 25 fokos hidegben a sarkörön, Joseph Vilsmeyerrel az élen. Felvétel indul! A fiatal színész kollégák a legnagyobb tisztelettel beszélnek róla. Soha nem hallottam panaszkodni. Nagyon bírom, ha valakin érzem, hogy szívvel lélekkel csinálja, amit csinál. Nála ez mindig így van. És ez egyszerűen fantasztikus. Joseph Vilsmeyer mindig ott van, ha valakinek gondja támad, vagy kérdése merül fel a forgatás alatt. Ezzel ki is vívta a színészek bizalmát. Ő egy nagyon nyitott, vidám, barátságos valaki. Nagyon jó vele együtt dolgozni. Fárasztó és nehéz is, de mégis jó. A csapat tagjait mindig pontosan informálta arról, mi is történik éppen, még akkor is, ha nem mindig a színészetről volt szó. Azt akarta, mindenki úgy érezze, ez az ő filmje. Nagyra értékelem benne, hogy tud hangulatot teremteni. Legyen szó akár egy megvalósítandó projektről, vagy egy jelenet forgatásáról. Mindig megteremti a megfelelő hangulatot. Nem kell sokat magyaráznia, hogy ezt vagy azt csináljuk, hanem minden megy magától. Hihetetlenül intuitív, megérez valamit és megvalósítja. Valójában nem tudom, hogy tudatosan csinálja-e, de mindig a helyén van, amit kitalál. Egyszerűen érzi, és csak azt valósítja meg, amit belülről érez. Azért ez mégsem teljesen ilyen egyszerű. Joseph Vilsmeyer az aprólékosság mestere, figyelme minden egyes részletre kiterjed, de az intuíció mindig jól jön. Pontosan kidolgozom a jeleneteket, de csak akkor sikerül, ha úgy vesszük föl, ahogy az Joseph Vilsmeyernek a belső hang megsúgja. A Stalingrád című filmben erről tökéletesen meggyőződhetünk.